Biztos, hogy az Európai Unió támogatni fogja Mozambikot, és csapatokat küld az afrikai államba, hogy segítse a terrorizmus elleni harcot, nyilatkozta a portugál külügyminiszter. Augusto Santos Silva ezt azután mondta, hogy a mozambiki külügyminiszter levélben kért támogatást az EU-tól, miután szélsőségesek fokozták támadásaikat az utóbbi időben Cabo Delgado tartományban, néhány hete pedig elfoglaltak egy kulcsfontosságú kikötőt. Mint annak az országnak a külügyminisztere, amely 2021. januárjától betölti az Európai Tanács soros elnöki posztját, már volt lehetőségem hivatalos találkozóra az Európai Bizottság külügyi főképviselőjével, Josep Borrellyel, és az egyik téma a Mozambiknak nyújtandó támogatás volt. Ennek alapján mondhatom biztos, hogy az EU nem késlekedik majd a válaszsal, amely pozitív lesz, és az összefogásból Portugália is kiveszi a részét, mondta a portugál külügyminiszter. Videó rögzített beszédében a mozambiki elnök Filipe Nyusi a New Yorki ENSZ közgyűlésen ecsetelte, hogy szélsőséges iszlamisták milyen erőszakos cselekményeket követnek el országában. Provokálják az otthonukat elhagyni kényszerülőket, lerombolják az infrastruktúrát, fosztogatnak gyerekeket és asszonyokat tartanak fogságban. A terroristák már több mint 1000 embert öltek meg, és miattuk mintegy 250 ezer ember kényszerült otthona elhagyására, mondta a mozambiki elnök. A mozambiki biztonsági erők és az iszlám állam terrorszervezettel szövetséges iszlamisták közti 3 éve tartó konfliktust humanitárius válságnak nevezte az ENSZ élelmezési világszervezetének mozambiki képviselője.